Két és fél év után javította meg egyéni legjobbját a nyírsuli atlétája, aki az elmúlt hétvégén Budapesten az egyetemi és főiskolás országos bajnokságon képviselte a Debreceni Egyetem színeit. Mint az edző édesapa, Bakosi Béla elmondta, betegségek és sérülések miatt még nem tartanak ott, ahol az évnek ebben az időszakában kellene, így különösebb rákészülés nélkül úgymond munkából vágott neki a versenynek a junior világbajnoki 8. magasugró. Ehhez képest a 4. magasság már az egyéni csúcsot jelentette az egyre jobb formában lendülő nyíregyházi fiatalember számára, akinek 224 cm-en is volt két biztató kísérlete. Megmondom, hogy engem is meglepett ez az eredmény. A bemelegítésnél már látszott, hogy nagyon könnyed, nagyon gyors, nagyon, ami eddig nem volt a jellemző. Sajnos kevesen voltak, nem volt ellenfél, így egymás után kellett ugrania. De 2,10 m kezdett, úgyhogy azt elsőre, a 2,15 m szintén elsőre, a 2,18 m azt hiszem, hogy harmadikra, és a 2,21 m azt pedig másodikra ugrotta. És a 2,24 centire is kettő nagyon biztos volt, tehát nagyon kevés jelző az, hogy az is meglegyen. Péter a hétvégén Németországban áll rajthoz egy magasugró gálán, ahol tovább szeretné javítani legjobbját. Ez egy tipikusan csak magasugró verseny, lányoknak és fiúknak, tehát az a lényeg, hogy egy ilyen nem is atlétika pályán lesz, hanem egy teniszpálya van berendezve magasugró szivacsal, és ez egyfajta nagyon jó hangulatú verseny szokott lenni. Tavaly is voltunk, tavaly ott jól ugrott Péter. A német utánpótlás legjobbjaival méri összetudását, ahol 2,20 m körül vannak vagy 5-en. Természetesen más külföldiek is jönnek, és lesz külön még felnőtteknek verseny, ahol a 2,30 m körüli külföldi magasugrók fognak versenyezni. Úgyhogy én remélem, hogy ilyen háttérrel és ilyen ellenfelekkel azért hátra tudja javítani az egyén legjobbján. Az augusztusi zürichi felnőtt Európa-bajnokságra 226 cm a kvalifikációs szint, ezt július közepéig kell teljesítenie a nyírsuli atlétájának. Addig többek között a csapat Európa-bajnokság, a gyulai emlékverseny és több nemzetközi viadal kínál lehetőséget arra, hogy minőségi ellenfelek segítségével Péter megszerezze a svájci repülőjegyet.